Bő másfél éve üzemelteti a Marsó Teniszcentrum a Városi Stadionban található komplexumot, azóta az infrastruktúrális fejlesztések mellett több rangos versenyt is rendeztek. A hétvégén az egyik legnagyobb hazai pénzdíjas tornán, a Somlay Sándor emlékversenyen a legjobb magyar teniszezők közül többeket is láthatnak majd a nézők. Augusztus 5-től pedig két héten keresztül négy korosztály élversenyzői ütik majd a teniszlabdát. Itt azokat láthatjuk játszani, akik a jövő nagy játékosai lesznek, és a 16 évvel ezelőtt volt ilyen korosztályos bajnokság Nyíregyházán, viszont ennek volt egy jó előzménye az elmúlt évben a vidékbajnokság, ugye van Budapest és van vidékbajnokság a teniszben, ami nagyon-nagyon jól sikerült a visszajelzések szerint, és ezért is nyertük el ezt a jogot, hogy most a korosztályos bajnokságot rendezhetjük. Hát ahogy nekem elmondták, kb. 1000 ember lesz itt a verseny kapcsán, hiszen két hétig tart a bajnokság, közel 1000 meccsel és nagyon sok résztvevővel. A korosztályos országos bajnokságon a nyíregyházi versenyzők közül többen is éremesélyesként lépnek pályára. Rendkívül nívós a mezőny, ugye a korosztályok legjobbjai vesznek részt a versenyen. A hazai versenyzők nagyon komolyan készülnek, azt gondolom, hogy megkettőzött erőfeszítést tesznek, hogy a hazai környezetben minél jobban szerepeljenek. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a korábbi eredmények alapján a 12 éves fiúk között Závadszky Milánnak, a 14 éves lányok között pedig Varga Viktóriának van a legnagyobb esélye egyéni versenyszámban a szép eredmények elérésére, míg a csapatversenyek folyamán a Becser Dominik, Toma Henrik párnosnak van komoly esélye arra, hogy igazán szép eredménnyel büszkélkedhessen a verseny lezárásaként. A 12, 14, 16 és 18 éves korosztályban az egyéni számokban 48-as tábláról indul a verseny, míg a csapatviadalon 8-8 együttes méri összetudását.